Sziasztok, én Aliz vagyok, ez egy vlog videó lesz, de mielőtt elkezdeném, ki szeretnénk sorsolni 2 új nyertest, ugyanis mondtam, aki május 20-áig nem jelentkezik, ugye akik megnyerték a nyereményjátékot, akkor ő helyettük újat sorsolunk, 2 ember nem jelentkezett, úgyhogy ezt a 2 újra kisorsoljuk, és itt lesz velem Réka. Sziasztok! Ebbe vannak a nevek. Még múltkorról nem dobtam ki, múltkorról azt nem biztos, hogy így mondják, mindegy, szóval nem dobtam ki őket, úgyhogy 2 ember kihúzunk, te egyet, meg én egyet. És 2 pápszakítósat. Every love life. Ez a betű, ezt gondolom te írtad ezt. Uh-huh. Jó, mindegy. Nem tudom, hogy hogy állítik, majd így ide kiírom a nevét. Úgyhogy gratulálok, és húzd ki még te a másikat. Szakács Vivien a második nyertes. Instagramon majd mindketten írjatok rám, és megbeszéljük ugye a címet, meg mindent, és a Mobilfox fogja nektek a papszakitet választani, küldeni, és ti pedig kiválasztátok, hogy melyiket szeretnétek. Szóval, hogyha ők se jelentkeznének, akkor még kihúzunk majd, de most már nagyon remélem, hogy jelentkeznek. Úgyhogy ennyit akartunk, most már kezdeném rendesen a videót. Puszi, gratulálok! Jó reggelt kívánok! Ma csütörtök van, most keltem fel egy 10 perce, elmentem megmosdani, és azért ilyen piros most a fejem. És úgy gondoltam, hogy 4 napot fogok egybe vlogolni, azaz csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nem tudom, hogy miért így a hét közepén kezdem el a vlogot, de mindegy. Úgyhogy most felöltözök, és jelentkezek utána. Na és akkor fel is vagyok öltözve, egy ilyen formán, de nem tudom mennyire látszódik, és ez a fehér póló, a hajam meg már ilyen szétjött. És most majd valamit készítek reggelire, mert nagyon éhes vagyok, mert megcsinálom a kávém. Tegnap vettem zokását. Ez jó az. És később pedig jönni fog majd Réka, ugyanis csinálunk a csatornájára videót, meg ugye a nyereményjáték az nem mindenki jelentkezett, és akkor 2 újat kisorsolunk. Hát akkor el is készítettem a reggelim, ezt majd szépen lassan megeszem. Még pont másfél órán van, amíg jön Réka, addig még a szerbet át kell néznem, egy videót meg kell szerkesztenem, meg még úgy terveztem, hogy készítek slow-mo videó... Nem tudok beszélni. Szóval, hogy készítek ilyen slow-mo videókat, csak arra már nem fog szerintem idő jutni. Gyors, még ezt snap-et körbe küldünk, ma nem küldtem. Hát meg is szerkesztettem a videót, még van fél órám, és jön Réka. Vagyis hát 10-kor van vége a zeneiskolájának, előbb még hazamegy, lerakja azt a cuccát, és aztán jön, szóval akkor mondjuk 45 percem. Leviszem most a bögréket, tányért, ilyesmiket. Nem vagyok benne, meg a gorillapodom el van törve, és nem bírom felvizelni. Úgyhogy igen, aztán kezdek valamit az arcommal, hogy ne már így videózzunk, meg szerintem Réka újra be fogja fonni a hajam. És nem tudom, mondtam-e, de az ő csatornájára fogunk csinálni majd egy kérdezfelek videót, itt az i-betűbe a csatornája linkje. Na, hát meg is vagyok. Látjátok, már is jobb. És hát szerintem egy 15 perc múlva jön Réka. Addig amúgy ezeket elpakolom, mert ezeket... Oh, de jó, hogy el van törve a gorillapodom. Úgyhogy... Aj, édes Isten. Na, így jó. Úristen, meg a kamerával smerül, úgyhogy most felrakom tölteni addig, amíg nem jön Réka, meg szerintem megcsinálja a hajam, és utána kezdjük el a videózást, addig is töltöm. Megyek is le, és kinyitom a kaput, mert rögtön itt van Réka. És szerintem most meglátszódik, ezt most épp telefonnal veszem fel, mert még tölt a kamera, meg iskolába is a telefont viszem el. Mára úgyis kell telefont vinni, mert rajzórákra általában szoktunk, hogy keressük valami rajzot, amit fogunk rajzolni. Már szét is szedtem a hajam, hogy amint ide ér Réka, meg tudja csinálni, hogy kezdhessük a videózást.
És ugye majd a videó elejére fogom bevágni, amit felveszünk először, hogy újra kisorsoljuk, most az imádkozók ne dőljön ki. És kettő újat húzunk, ugye azt mondtam, ebben vannak az iPhone-osok, ebben a papszakid iPhone-os jelentkezett, úgyhogy csak a papszakidból kell kettőt húznunk. Megérkezett Réka ebbe a pillanatba, most gyorsan akkor megcsinálja a hajam, aztán kezdjük a videózást, úgyhogy igen. Felvettük már a videót, amit ti ennek a videónak az elején láttatok, ugye a kettő új nyertest kisorsoltok, ezt már egy párszor elmondtam, meg Réka csatornáért felvettünk videót, most így nem tudom, erről van az i betű, de ott meg tudjátok nézni. Úgyhogy ennyi, most nem tudom még mit csinálunk, majd jelentkezek később. Jelenlegi helyzet, átraktam a laptopra a videót, minden, hogy legyen most kamerán helyem. Azt hittem, figyelte. És még van két óránk, amíg suliba kell menni, vagyis hát mondjuk egy, mert még előtte eszünk. Te ebédeltél otthon? Ha jól látom, budás kenyér van, majd eszel itt velem. És első óránk hála Istennek nincs, úgyhogy most azt eldöntöttük, hogy nem unatkozunk, el fogunk menni képeket csinálni, lesz legalább új YouTube profilképet. És itt egy 15 perc biciklizés után vannak ilyen gyönyörű rózsák, és oda szeretnénk elmenni. Na, az a helyzet, hogy ezek a rózsák nagyon messze vannak, a másik meg szerintem még kicsit nyíltak, vagy ezt nem tudom, hogy mondják. És itt vannak ilyen pipacsok, igen, most így lehet nem nézni olyan jól, de van egy szerkesztőm, és ezt rengetegen kérdezitek Instán, Lomográfa neve, vagy lehet Huival is, úgyhogy azzal csinálunk pár képet, és aztán bevágom nektek. Csók addig is! Haza is értünk, gyere Rékácska! Itt a dédi, most ebédelünk, aztán átnézzük a képeket, megszerkeztem őket, ti már ugye láttátok. Bundás kenyér van? Van valami, lehetnél be, vigyázzál! Bocsi! Ott talált eszönni, hogy okay. Kidőtsem. Na, megebédeltünk, és Réka most kezdte a lájót, és én meg elkezdem a videót szerkeszteni, és még van egy órát, aztán kezdődik a suli. Szép jó napot kívánok! Az a helyzet, hogy 7 óra van, és hazaértem már a suliból. Ugye mondtam, elmaradt egy óránk, csak utána hazaértek, Tami, egy pont a Rékával mentünk haza, és épp még vlogoltam, és így látom, jön egy busz, és így elgondolkodtam, és mondom, ezek a Tamiék lesznek, ugyanis voltak ilyen foci versenyen minden, és akkor nyertek egy ilyen kirándulást, persze voltak többen, nem csak ők hárman, Sári, Réka, Tami. És utána jöttünk hazafelé, ők is meséltek, mi is elmeséltük, hogy mik voltak ma a suli, ugyanis elég érdekes kis nap volt. Csodás! Köszönöm a drágaságos vlogomba, mivel ma nem szerepeltél benne. Sziasztok! Amikával beszélgetünk kicsit, és utána szerbet kellene tanulnom, mert holnap szerb dolgozott. Te már megtanultad, ugye? Jó. Alap. Olyan rossz nézni, mert késik a hangot, aminek is más énekel. Az a helyzet, hogy már 8:30 van, és most rögtön elmegyek letusolni, meg aztán a szervet még meg kell tanulni, mert holnap dolgozott, és reggel 3-4-8-ra külangorra megyek, aztán matekra, és holnap dél 10 óra kell suliba menni, mert 50 éves az iskolánk, és csak 3 órát lesz megtartva, meg ezért megyünk korábban, utána délután pedig színház. És Tamiék nyertek a focin, hogy ők kapnak díjat, és mindenki 2 ember hívhat magával, és én még az egyik itt a jegy, amivel majd be kell mennem. Úgyhogy letusolok, tanulok, és akkor majd jelentkezek utána. Na hát már 11 óra van. Szerbet nagyjából megtanultam. Most elmegyek, meg mosom a fogam, és utána lassan fekszek le aludni, mert reggel 3-4-7-kor kelek, vagy 6:30, nem tudom már mennyire állítottam az órám. Úgyhogy majd reggel jelentkezek, jó éjszakát! Jó reggelt mindenkinek! 7 óra, 1 perc van, és most ébredtem fel. Mindjárt majd felöltözök, kicsit észesztérek, elkészülök, és jelentkezek utána. Na hát, úton is vagyok angolra. Most lett végig az angolnak, jövök ki. És most venni fogok majd muffint, azt teszek is suli előtt, mert nagyon éhes vagyok, reggel semmit nem ettem. Szia, Bogi! Hellóka, belóka! Haza is értem, útközben hazafelé 2 muffint megettem, most megint eljön Réka, mert tegnap, amit az ő csatornájára csináltunk videót, nem sikerült. Szóval nem volt hely neki a, hogy hívják, pendrive-ját, és átrakjuk. Meg akkor megkérem, hogy megint fonja be a hajam, mert eléggé azaz fonni, fonna, fonia.
mindig bántatok, mikor nem úgy beszélek, ahogy nektek megfelel. Ugye igen, hogy szép legyen, addig nem tudom, mit csinálok, abban mindjárt jönni fogok. Na, ide jött Réka, és most újra meg fogja csinálni a hajom, ez már negyedik nap vagy újra fonod, és ma este már megmosol, meg holnap amúgy is megyünk vendégségbe, úgyhogy... Sziasztok! Vége már a sulinak, és még csak 3:45 van, sőt 10 perc múlva lesz. És nagyon durva, olyan, mint hogyha reggeli váltásba mentünk volna a suliba. Most az egész délutánom szabad, majd 6 órára megyek színházba. És meg is mutatom, amiket kaptam. Ez az egyik diploma. Ez, hogy ilyen kisfilmeket készítettem, és ilyen versenyeken nyertünk is vele. Másik pedig, hogy az osztályban én vagyok a legközkedveltebb, és akkor ezt a 2 diplomát kaptam ma. Jari! Szia! Szóval, most van 3:30, hazaértünk, még mikor jöttünk haza, vettünk piaszkovicát, azt ebédeltem. Most elmegyek megmosom a hajam, mert már nem jól áll, meg itt vannak a jegyek, bár azt hiszem, hogy nem mutattam, amivel ma színházba be lehet menni. Úgyhogy hölgy mosik és jelentkezem utána. Na hát, meg is vagyok, és most szerintem megszerkeztem eddig a videóm, amennyit még nem szerkesztettem meg a mai napot, szerintem még azt nem szerkesztettem, meg majd eszek epret. Meg is száradt nagyjából a hajam, de még kicsit megszállítom, mert látjátok, itt mondjuk még vizes. És egy fél óra múlva indulok, előtte nem hiszem, hogy jelentkezek, szóval a következő jelentkezésem szerintem a színházban lesz. Jáci nincs üret hiskája, vázézaprála, kádja nágyja, számtje znáti, szállítanak. Pályi Tamara, Farkas Réka, Petér Sára. Az előadásnak vége, közben itt csatlakozott Tiana is. És bocs, hogy nem videóztam a színházba. Nem videóztam a színházba? Nem. Én szuflét. Ez a helyzet, hogy Tami hazament és Tianával bejöttünk az étterembe, egy szuflét eszek, ő meg majonézét kér. Na szóval most usoltam le fel 11-ban. És igen, nem a szobámban, nem. Most a hálószobában alszok, mert ugye jöttek az unokadások még. És ilyenkor a szobámban szoktak aludni. Úgyhogy jó éjszakát! Szép jó reggelt mindenkinek! 3:49 van. Megkértem apát, hogy keltsen fel, mivel most még meg szeretném szerkeszteni eddig teljesen a videóm. Meg hogy legyen idő feltölteni a powerbankem, ezt a kamerát. De nem tudom, mondtam, hogy majd megyünk vendégségbe ünnepi ebédre. Lassan észesztélyet csinálok, vannak kapucsinót, úgyhogy majd jelentkezek később. Sziasztok! Már is indulunk, most olyan 11 óra körül van, ahogy látjátok, kicsit kisminkeltem, és ebbe a csodálatos ruhámba fogok menni, hátul pedig ilyen. Meg ez a csodálatos szandálom, amit még Brazíliában vettem. Cipőnek a legjobb sétálni. Találtunk itt az utca közepén ingyen wifi-t, ami jól működik. Szép jó napot! Jó napot! Nálad a beton. Most 7 óra van. Igazából már nem videóztam olyan sokat, legalábbis úgy emlékszem. Zsófi. Kockulok. Mindjárt filmezünk, és majd jelentkezek később. Sziasztok! Most 10 óra van, úgy 9-kor értünk haza. Letusoltam minden, most majd telefonozok, megszerkeztem a mai részt a blogból.
és utána szerintem fekszek is le aludni. Holnapra nem tudom, hogy mi a program, de majd talán holnap. És mi a gond? Szép jó reggelt mindenkinek! Most olyan 11 óra van, most keltem fel. Feltettek a kislányok, mert mondták, hogy ébredjek, mert hogy kell menni fagyizni. Én meg várok, csak ők leálltak valami rajzfilmet nézni. Na és akkor elindultunk fagyért, itt vannak velem a kis cukiságok. Vanda, mondd meg, hova megyünk délután ma? Az anyukámnak a nagynénéhez. És mit csinálunk? Lovagolunk. Meg is van a fagyi. Nekem. Apa sütöget. Most pedig a telefonomról mindent épp cuccolok át, mert nincs helyem. Jó. Ők meg ott versenyeznek, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak. És sikerült felszabadítanom tárhelyet. Van 10 GB szabad helyem, és most belelóg. És így, hogy van helyem, már mentettem le sok ilyen slow-mo zenét. Ezért most mindjárt csinálok slow-mo videókat, amiket láthattok. I'm drowning. Why she like me, bitch? I'm drowning in water. I just bought a cube and dipped it in a fountain. Egy műziklit készítettem, amit láttatok, de az egyáltalán nem lett jó. Csak rájöttem, hogy nagyon meleg van. Szóval majd este próbálkozok újra ezekkel. Na és amint csináltam a telefonom a helyet, meg is újult a műzikli. Szuper. Na, már nem tudom, hogy miről beszéltem, de most menni fogok enni. Na szóval az a helyzet, hogy most találkoztam Willivel, ugyanis rajta keresztül egy lány a suliából küldött nekem valami kis ajándékot, és mondta, hogy szeretné, hogy a videóba mondanám ki, úgyhogy hazaérek, kibontam. Hazaértem, és itt kint az udvaron fogom kibontani, ugyanis bent minden szobában is valaki most írott. Szóval bent minden szobában van valaki, meg ha jól tudom, hogy páran alszanak, és most jön a kutyuskám is. Úgyhogy itt most kibontom, nézzük. De cuki! De itt az aláírásom. Aki nem tudná, igen, ez az aláírásom. Na jó, ez annyira cuki már, nézzétek. Ez nagyon édes, és gondolom te csináltad, úgyhogy nagyon ügyi vagy. Van még itt egy Raffaello, úristen, te végett a miatt. Köszönjük, mi van ebben a kis borítékban. De édes! Az aláírásom beleírta ebbe a kis képkeretbe. Van itt még egy ilyen... Úristen! Egy kis teknős! Várjatok mindjárt! Nagyon édes! Te nagyon ügyes, hogy ilyeneket tudsz csinálni. És nézzük a levelet. Kedves Alice! Nagyon-nagyon jó videós vagy. Imádom, amit csinál, soha ne hagyd abba. Szeretem a videóidat. Legszívesebben a napi vlogjaidat nézem. Engem Lucának hívnak, és Kevinből küldöm ezt a levelet. Pár kérdés, lesz Szerbiában közönségtai? Igen, tervezek majd. Nyári szünetben szerintem lesz majd itt szentán egy. Budapesten is lesz, ne aggódjatok. Lesz a folytatás az Adi első videójának. Hát az első videójának nem bír folytatása lenni, de Adi második videója majd lesz. Csak nem tudom még, hogy mikor. A Lélin kívül volt más házi állatod? Még mikor pici voltam, volt másik kutyusom, meg volt kettő nyuszin is. Tóira, remélem tetszik a csomag, és megtaláltad a teknőskét, amit neked készítettem. Már az már van aláírásom tőled. Ha van valami helyesítési hiba, azért bocsi. Semmi gond, nagyon szépen köszönöm ezt a kis csomagot és a levelet is, nagyon aranyos vagy. Na hát az a helyzet, hogy ma mégsem megyek lovagolni, többiek elmentek, csak nem fértem volna már be az autóba. Úgy itt vagyok, és... Ma is egy újabb unalmas nap nézeni, vagyis hát már csak egy délután. Sziasztok! Itt van velem Réka, és megyünk fagyizni. Nem felejtettem kamerát hozni, így látjátok, sőt biztos látszik a minőségem, meg minden. Az a helyzet, hogy én első videóztam a fagyit. Elfelejtettem videózni. Na mindegy, megfagyiztunk, és hogyha ezeket itt látjátok, akkor az azért van, mert összecsípkodtak minket itt lent a szúnyogok, legalábbis a Rékának csak... Itt a fejét kicsit, de nekem meg így több helyen. No, hát sziasztok, már hétfő van, és rég jelentkeztem már. Tegnap elég uncsi napom volt, utána ugye este felé elmentünk Rékával fagyizni, de most sem videóztam, mert hát elfelejtettem, kamerát nem vittem magammal, telefonnal pedig elfelejtettem.
Én azt hittem, hogy ez a 4 napos vlog olyan hosszú lesz, ugyanis az első nap úgy olyan 7-8 percet vlogoltam, és mondom, Jézusom, mennyire hosszú lesz. Csak aztán jöttek az uncsi napok, és annyira nem is lett hosszú ez az egész videó. De minden, most ennyi sikerült videóznom. Ha szeretnétek több ilyen több napos videót látni, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, ha esetleg még nem tetted. Én Alice voltam, találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Majdnem el is felejtettem, még annyit szerettem volna mondani, hogy ugye most szombaton, mikor voltunk vendégségben, akkor ott a fényképész készített rólam képeket, úgyhogy most abból fogtok párat látni.